tulajdonképpen ez a templom alapjaiban a jezsuita széktemplom, a római Il Gesù templomnak a másolata. A nagyváradi római katolikus székesegyház Románia legnagyobb barokk stílusban épült temploma. Mit tudunk ennek a történelméről? Hogyan változott? Nem csak Románia, hanem tulajdonképpen a történelmi Magyarország legnagyobb barokk stílusú temploma is egyben. Annak a prosperitásnak a kiváló szimbóluma, ami Nagyváradot jellemezte az 1700-esek utolsó évtizedeiben, hiszen ugye ezt megelőzően Nagyváradnak nehéz évszázadai voltak. Két nagyon fontos török ostrom, később ugye 1660-ban Nagyvárad török uralom alá esik, majd 1692-ben egy nagyon csúnya, nehéz másfél éves ostrom során szabadítják fel, és ezután évtizedekre van szükség ahhoz, hogy a város valamelyest magához térjen. 1752-ben az akkor regnáló váradi püspök Forgács Pál helyezi el az alapkövét ennek a csodálatos épületnek, és ő szakít a korábbi hagyományokkal, nem a belvárosban, nem a városközpontban, hanem a városon kívül építkezik. Ő úgy gondolja, hogy itt majd egy ilyen egyházkormányzati negyedfélét épít ki magának, benne a püspöki palotával, a székesegyházzal, a székesegyház liturgikus szolgálatát végző kanonokoknak a szállásával, ugye a kanonok sorral, később majd egy szeminárium épülettel, tehát egy egész kis egyházkormányzati negyed épül ki. Ennek az első eleme az 1752-ben megkezdett építésű Nagy Boldogasszony székesegyház. 1776-ra fejeződik be tulajdonképpen az építkezés. Ekkor ugye már bőven Patacsics Ádám a váradi püspök, sőt ő is eltávozik, és 1780-ra kerül olyan állapotba, hogy át lehet adni. A templomhoz úgy kapcsolódik egyébként Szent László király újkori kultusza, hogy az a ma már monumentálissá szerveződött Szent László körmenet, az mindig innen a székesegyházból indul, különböző köröket szoktunk megtenni. Általában egy kisebbet, csak itt a Slaukört kert körül, de például 2017-ben egy hát közel 4-5 ezer fős processzió egészen a váradi várig ment, és akkor ugye a Gyűri ereke is itt volt Nagyváradon, tehát kezd visszaépülni. És kicsit nagyot szoktunk ezzel mondani, de mondjuk ami Csíksomlyó a székelység számára, a barciumi magyar katolicizmus számára az a nagyváradi Szent László ünnepe. A nagyváradi székesegyház belső terének kialakítása tulajdonképpen egy több évszázados folyamat, amely, ha úgy veszük, ma sem zárult le, hiszen ez egy élő, létező liturgikus tér, amelyet a mai napig gazdagítunk elemekkel, erről mindjárt lesz majd szó. A díszítés tulajdonképpen 1770-es évek közepén kezdődött el, ekkor fejeződtek be az építkezések, ekkor fejeződött be a kupolának az építészeti része, és az akkor regnáló nagyváradi püspök, Patacsics Ádám, egy bajor festőre, Johann Nepomuk Söfre bízta a templomnak a díszítését. Ezt a gyönyörű szép kupola freskót készíti el, ami tulajdonképpen egyfajta reinterpretációja a templom alapötletét adó Il Gesù templom kupolájának, a Pietro Corton által festett gyönyörű szép Jézus Krisztus apoteózisa jelenetnek. A három nagy oltárt, ugye a Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt főoltárt, illetve a Szent László és a Szent Család tiszteletére szentelt középméretű oltárokat az akkori Bécsi Képzőművészeti Akadémia elnöke Vincenz Fischer készíti. A következő nagy díszítési hullám az 1870-es évek végén van, ugye ekkor készülnek a templom 100 éves jubileumára, és az akkori váradi püspök Lipovnicki István megbízza Rómer Flórist, ő akkor kap kanonoki kinevezést Nagyváradra, ő ugye a modern magyar régészet atya, hogyha úgy vesszük, és ő hozza Nagyváradra magával az évtizedek óta munkakapcsolatban lévő Stornó Ferencet. Ő akkor egy jelentős restaurátor, a templomi festője volt, Rómer Flóris készíti a díszítési terveket, Stornó a kivitelező, nagyjából 2 év alatt készül el ez a jelenlegi díszítés. Ugye a felületeket műmárvány festik, ez a kornak egy viszonylag népszerű divatos irányzata. A mennyezetet pedig ugye egyrészt Szűz Mária életéből vett jelenetekkel díszítik, hiszen egy nagy boldogasszony templom, a kereszthajóban pedig Szent László király életéből, legendájából vett jelenetek, hiszen ugye ez a talán második legfontosabb, vagy másodtitulusa, úgy tetszik, a templomnak. Mióta
zajlik az orgona felújítása? Az orgona felújítása, ez egy néhány éves, most hát talán harmadik éve tartó folyamat. Maga a hangszer nem egy egyszerű darab egyébként. A templom tulajdonképpen egyik fontos ékessége. Az 1780-as években készült, és tulajdonképpen a templom építésének befejezésekor Mária Terézia magyar királynő ajándékaként került Nagyváradra. Sajnos ugye az utolsó alkalommal valamikor az 1880-as években javítottak úgy alaposan. És most ugye 2019-ben hozzáfogtunk egy újabb nagy átalakításhoz, amelynek során megújul gyakorlatilag a teljes belső, restauráltuk ezeket a gyönyörű szép faragott barokk szekrényeket is, és ha Isten segít, akkor itt nyár végére, ősz elejére lesz egy funkcionális, gyönyörű 2000 sípos kompozit orgonánk, tehát aminek barokk és romantikus elemei is lesznek. Mit jelent ez az épület a város lakói számára, és mit jelent az egyházmegye számára? Ugye a város lakói és azok számára, akik ugye kívülről nézik ezt a történetet. A nagyváradi székesegyház egyrészt egy nagyon fontos barokk klasszicista műemlék. Ez a külsősége. A 20. század közepétől a váradi székesegyház plébánia templomként is működik. A Várad északi részének a plébániája tulajdonképpen egy meglehetősen nagy közösséget ölel fel. Tulajdonképpen talán ez a legnagyobb plébánia váradi egyházmegyében, mindenképpen a város területén. És itt bizony élet van, hétköznaponként is szentmisék vannak, vasárnap ugye több is, vannak latin nyelvű szentmisék, vasárnap délutánonként vannak idegen nyelvű szentmisék, turisták, diákok számára, angol, német, olasz nyelven, és természetesen folyik a közösség számára is a liturgia, nem csak szentmisék, hanem ugye az egyházi év és az egyházi naptár minden alkalmára megfelelő liturgiák. Ez egy élő, működő közösség, és mi erre nagyon büszkék vagyunk.